egy vidéki házban éltek a mindennapjaitokat, ahol nincs szennyvízelvezetés, nincs lefolyó, nincs derítő, nincs csatornázás, akkor hamar rájöttök, hogy mennyi minden újrahasznosítható, illetve mennyi minden újra felhasználható. Így van ez, ez a derejével is, amit én most kifőztem, ezeket szépen kimeregettem, benne hagyom ebben a fazékban kihűlni a vizét, amiben nyilván a tésztából leváló darabkák és a túró is benne van, tehát ez kitűnő tápláladék például a malacoknak vagy kutyáknak alapléként. Ezt én most megvárom, még kihűl, beletöltöm egy használt PET palacba, és haza fogom vinni az állatoknak. Ha nem erre használjátok, vagy nincsenek állatok a környéken, akkor érdemes a komposztba kiönteni, semmiképpen sem csak úgy ki a kertbe vagy a fűbe kiönteni, hiszen akkor vonzani fogja a legyeket és a hangyákat, de a komposztba kitűnő tápanyagot jelent, és a vonás segíti.